Nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is, és szeretném kérni a vendégeinket, annak ellenére, hogy ismeri őket körülbelül mindenki, hogy mutatkozzanak be néhány szóban. Kérlek először Gábor, aztán pedig téged, Robi. Én vagyok az öregem. Szép estét kívánok mindenkinek. Zaher Gábor vagyok, orvos. Jelenleg a Honvéd Kórházban dolgozom a sürgősségi osztályon. Előtte jó sokáig dolgoztam a Péterfibe, igazándiból immáron lassan olyan 25 éve is foglalkozom kábítószeres betegekkel, teljesen vegyes vágottal, és igazándiból időnként azt gondolom, hogy merem és szeretem is hallatni ezzel kapcsolatosan a véleményemet, ami nem feltétlenül mindig egyezik meg azzal a kormány véleménnyel, amit lehet időnként hallani a nyilvánosság előtt. Nagyjából ennyi. Köszönjük. Robi? Én Puzsai Róbert vagyok. Én vitában, vagy vitakészségben, egyáltalán a vita kulturális mindennapokba beépítésében utazom. Tehát én abban utazom, hogy a vita az legyen része a hétköznapjainknak, hogy legyen kultúrája a vitának, hogy legyen rituálé a vitának, mert azt gondolom, én azt látom itthon, hogy a vita az a legritkább és a legegyszerűbb mindig a kirekesztés, a másik kirekesztés a komplett emberiségből, mert akkor nem kell vitatkozni. Túl sokan vagyunk túlságosan kiszámítva az érveinkkel, és ilyenkor mindig egyszerűbb kirekeszteni a másikat. Én meg abban utazom, hogy nem, hogy ez nem játszik, ez nem opció, hanem vitatkozni kell, és minél nehezebb rászánni magunkat a vitára, annál fontosabb, hogy elkövessük ezt a vitát. Én a marihuánával kapcsolatban legalizáláspárti vagyok. És mint bármilyen más tárgyban, ebben a tárgyban is készen állok arra, hogy a magam meggyőződését érveim mentén ütköztessem a következőkben. Nagyon köszönöm. Nagyon tudok ezt kapcsolódni, hogy azért vagyunk itt ezen az estén, hogy érdemi vitát, párbeszédet folytassunk. Aki úgy jött ide, hogy azt szeretné, hogy a végén mondjunk egy 100%-os igent vagy nemet, és bárkit meggyőzünk bármiről, az csalódni fog. Nem ez az estének a célja, hanem tényleg ennek az érdemi vitának, párbeszédnek az elindítása, folytatása, gondolatébresztés. Nyilván mindenki a saját érveit fogja majd használni. 45 perc lesz először arra, amikor Gábor és Robi elmondja az ő álláspontjait, és egymással is fognak vitázni, és utána pedig majd lehetőség lesz kérdésekre. Csapjunk is bele, és azt kérem, hogy akkor Gábor, kezd el, hogy mi van benned, és akkor utána nyugodtan reagálj, és úgy menjen, ahogy ez természetesen mennie kell. Szóval beszélünk egy növényről. Ennek a növénynek vannak hatóanyagai. Van egy olyan hatóanyaga, amelyik pszichoaktív. Ezt jól ismerik, az emberiség jól ismeri 5000 éve. Kínaiak, asszírok, nem akarunk azt gondolom itt a történelembe vájkálni. Nem akarunk vájkálni 1937-ben, ugye, amikor Amerikában hirtelen megváltozott ennek a növénynek az értékelése. És lehet persze majd napjainkról is beszélni, akár Amerikáról, akár pedig Európáról is, hogy hol melyik országban, melyik államban hogyan értékelekenek a növénynek a hatóanyagát. Azt a pszichoaktív hatóanyagot, amiről itt most beszélünk, de nem szabad elfeledkezni a maradék 61 néhány hatóanyagról, aminek szintén vannak nagyon-nagyon jelentős élettani hatásai. Én úgy gondolom, hogy 2018 Magyarországán, itt ülünk Európa közepén, egy nagyon furcsa társadalomban, amelyik igazándiból időnként, ahogy itt a Robi is az előbb mondta, nem tud vitatkozni, jóval inkább üvöltözik egymással, akár úgy is, hogy politikai hatalommal bírva próbálja a másikat lenyomni, akár úgy is, hogy más irányból, akár fenyegetéssel próbál úrrá lenni valamilyen történeten. Én azért gondolom, hogy erről vitatkozni bármikor lehet, de a legalizációnak az én véleményem szerint a mai magyar társadalomban még nincsen helye, mert a társadalom nem érett erre. Nem érett arra, hiszen ha megnézzük azt, hogy Magyarországon a kábítószer használat és a marihuánáról pontos adataink nincsenek, hanem az összszer használatról vannak adataink. Ez nagyjából életprevalencia szempontjából olyan majd 9%-ot érint a magyar lakosságban. Ugyanakkor, ha megnézzük például a marihuána prevalenciáját az Európai Unióban, ez nagyjából 25%-os. Ugye életprevalencia adatokról van szó, ami azt jelenti, hogy adott populáció életében legalább egyszer hány százalékban fordul elő valamilyen tudatmódosító szer használata. Szóval Magyarországon ez messze-messze nem akkora probléma, mint amikor a problémát csinál ebből esetenként akár a politika, akár pedig a sajtó. Hiszen gondoljanak bele abba, hogy egy átlag A4-es magyar honpolgár mit tud ma a kábítószerekről. Az esetek jelent, és általánosságban, és most nem csak a marihuánára akarnám ezt a történetet kiegyezni, általánosságban annyit, amennyi a médiában megjelenik.
A média szempontjából pedig ugye az a fontos, ami szenzáció, ami eladható, a meghal, lefoglalják, megszurkálja, félmeztelő rohangászik a Blahalovizatéren, és így tovább, és így tovább. Magyarán szóval ez egy fétis tárgy. Ha a magyar kábítószer helyzetet néznénk, és valahol be akarnám sorolni ezt az Unióba, akkor azért a büszkén mondhatjuk, hogy azért egy kicsit jobban állunk, mint a magyar futball, hiszen azért a magyar futballnak sikerült azért fosfasét szintjére lealázni a saját magát az utóbbi időben, de körülbelül az Unió alsó harmadának a tetején helyezkedünk el. Ha konkrétan rávetülünk mondjuk erre az egyszerre, én azt gondolom, legalizáció ma nem, de beszéljünk arról, hogy dekriminalizáljunk, amit nagyon-nagyon fontosnak tartanék, és nézzük meg a szomszéd országokat, olyan nálunknál fejlettebb országok, mint például Moldova, vagy akár Románia, persze a csehek azok tényleg valójában előrébb állnak, ott a dekriminalizáció megtörtént, és azt gondolom, hogy egy fontos lépés lenne, mert azért az a törvényi szabályozás, ami a Magyarországon jelen van, hogy mondjuk akár egy spangli elszívásért valakit 2 évre Kustány várába nehéz vasba bezárhatnak, ez nem biztos, hogy egy jó történet. Persze azt is tudni kell, hogy azért ma senki nem ül börtönben, mert elszívott volna egy marihuána cigarettát. Aki börtönbe kerül, ott valami egyéb más halmazati történet ebbe az egész dologba ugye bekövetkezett. Ugyanakkor az orvosi célra történő marihuána felhasználás szerintem egy fontos dolog lenne. Nagyon jó lenne, hogyha majdan az új egészségügyi kormányzat merne ezzel foglalkozni, bár volt erről egy ígéret az előző ciklus végén, de hát a ciklusból kimenők azok azt gondolom bármit mondhatnak, mivel sejthették, hogy ők kapnak egy hátizsákot, és aztán majd elmennek valamerre. Az ő ígéreteik lehet, hogy kiszállnak ilyenkor esetenként ugye, hát a kéményen keresztül, és itt nem az amerikai modellt kéne elővennünk, hanem az angol modellt. Azt az angol modellt, ahol ma már ugye egy a típusú evidencia miatt használnak orvosi célból marihuánát, daganatos betegség, écesek, glaukóma, szklerózis multiplex, különböző idegrendszeri elfajulásos betegségben, és ezt körbe tudjuk kellőképpen pakolni joggal, felírhatósággal, akkor úgy gondolom, hogy joguk van a magyar betegeknek is egy olyan medicinális lehetőséghez, ami pozitív irányban segítheti az ő gyógyulásukat, és ez szerintem fontos lenne. Miért vagyok legalizáció ellenes? Részben azért, mint ahogy mondtam, mert a társadalom ma még szerintem erre alapvetően hát nem érett, azért ez ma egy erőszakos korrupt rendszer, amiben itt jelentős részt azért benne élünk. Másrészt meg a populáció, aki használná, az azt gondolom, hogy érdemben nem változna. Nem lennének többen azok, akik szívnak, hogyha mondjuk holnaptól lehetne, és szerintem ha a törvényt szigorítanák, akkor meg nem lennének kevesebben. Magyarán szólva lehet pofozgatni az bizonyos langyos-barna történetek, legfeljebb fröcsök, de igazándiból azt gondolom, hogy egy legalizációval nagyon előre nem tudnánk jutni. Nem gondolom, hogy mondjuk ez emberek számára jelenten olyan fajta megélhetést, hogy akkor most kiváltanák az ipart, és akkor legálisan, abszolút otthon, kis kertben 15-20-30-50-200 növényt kezdenének el termelni, mert abban a hibába estének, mint Oregon állam, ahol annyira megnőtt ugye a marihuána termelőknek a száma, hogy olyan hihetetlen mennyiségű felesleg szaporodott fel Oregon államból, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. És ugye arra nincs lehetőség, hogy akkor most én átviszem egy másik államba, ugye, mert a helyi törvények erre nem adnak lehetőséget, hogy ott állnak a raktárakban ugye a THC halmok, igazándiból is nem tudnak valójában ezzel az emberek mit kezdeni. Persze lehet azt mondani, hogy ellenőrzött körülmények között ugye a lehető legkisebb adalékanyaggal fertőzve, növényvédőszerek, stb. Kerülnének ki a piacra, ellenőrzött hatalmanyag tartalmú szerek. Tehát itt arról sem szabad elfeledkezni, hogy annak idején Woodstockban még 1-2%-os volt egy spanglinak ugye a hatóanyag tartalma, ez mára fölment 20%-ra, 18-20-ra a lefoglalási adataink ezt mutatják, sőt, ugye a csehek fantasztikusan jól teljesítenek Európában. Részben ők ugye Európa metamfetamin ellátói, hiszen az európai metamfetamin laboroknak a 90%-a Csehországban található. És képzeljék el a cseske Budějovicei szennyvízben, ugye az egy igazi világváros, ami azt gondolom a sör mellett ugye a metamfetaminról is híres. Annyi metamfetamin van, ami Európa összes vizsgált nagyvárosában együttvéve sincsen. Úgyhogy a csehek jól reagáltak, de hogy jön ez a marihuánához? Úgyhogy cseh tudósok, nem brit tudósok, cseh tudósoknak sikerült génmódosító technikával olyan kendernövényt előállítani, ami 38%-os hatóanyag tartalommal bír. Ugye felcsillan az ember szeme, elég lenne otthon egy növény, nem kéne 4-5-5 tartani az erkélyen, és jó lehetne ezt az egész történetet valójában használni. És persze megszólal belőlem az orvos is nagyon röviden, hogy azért itt egy olyan szernek a legalizációjáról van szó, amiről ma már szintén evidence szintjén ki lehet mondani, hogy van egészségre ártalmas hatása. Pánikbetegség,
marihuána okozta pszichózis. Angliában jelentősen megemelkedett a fiatalkori skizofréniáknak a száma, ami nem azért van, mert az angol egy korcs nemzet, szó nincs róla, hanem azért, mert a 14-16 éves korban elkezdett THC használat egy lappangó skizofréniát már 18 éves korban előhoz, és lehet, hogy nem jött volna elő a THC nélkül, mert ugye a skizofrénia nem ennek a korosztálynak, hanem mondjuk a 21-22 éves korosztálynak a betegsége van, mint hogy ott kezdődik. De alapvetően úgy gondolom, hogy egy olyan szer, és persze itt lehet majd ellenérvként fölhozni az alkoholt, hogy akkor az miért legális, mikor 30 ezeren meghalnak, 8 ezer alkoholista, stb. Stb. De ha csak egy szernél maradunk és kiragadjuk a rendszerből a marihuánát, akkor úgy gondolom, hogy beszélhetünk a legalizációról, nem most, majd mondjuk 5-6 év múlva, de addig is azt gondolom, ilyen vitáknak mindenképpen helye van a történetben. Köszönjük szépen. Talán én szeretnék hozzátenni, mert Robinak átadom a szót, hogy a telefonjában nem unatkozik, hanem jegyzetel, szóval ez fontos. Igen, és akkor át is adom a szót. Tehát, akkor én rögtön vitára fognám. A társadalom nem érett a könnyű drogok legalizációjára jelenleg, talán majd 5 év múlva. Most az a kérdés, hogy mitől lesz érett, ha gyermekként bánunk vele. Hát, hogyha úgy állunk hozzá, hogy te nem vagy még érett, akkor nem is lesz érett, hiszen az állam az gyerekszámban tartja azt a társadalmat. Így aztán nem érik meg. Az a kérdés, hogy érette a magyar társadalom az autóvezetésre. Látva a statisztikákat, látva, hogy milyen elképesztő mennyiségű az autóbaleset, és mennyien halnak meg a közutakon, érette a társadalom az autóvezetésre. Hogyha annak idején ezt a kérdést úgy így tesszük fel, és az a válaszunk, hogy nem érett a társadalmunk az autóvezetésre, akkor jogos lett volna a következtetés, nem szabad engedni, hogy autót vezessen, hát ezek el fogják egymást ütni a közutakon, meg egymásnak fognak hajtani a közutakon, egyszerűen nem érettek. Na, hogyha ezt a döntést hoztuk volna meg akkor, ma senkinek nem lenne jogosítványa, és a mai napig nem lenne érett a társadalom az autóvezetésre. Ez az érettség valamire, ez úgy működik, hogy megteremtjük a lehetőségét, és akkor ezáltal kitermelünk az ő számára egy kihívást, hogy ehhez fölnőjön. Addig, amíg tiltjuk, addig, amíg nem engedjük, hogy hozzáférjen, mert még gyerek, addig nem fog fölnőni hozzá, és ez a helyzet nem fog eljönni. Miért lesz más a helyzet 5 év múlva? Miért lesz 5 év múlva a magyar társadalom érettebb a marihuána fogyasztásra, mint most? 5 évvel ezelőtt ugyanezt mondtuk, hogy nem érett. Mára se érett be. Ha ma ezt mondjuk, 5 év múlva sem lesz érett. Ez az érettség, én legalábbis így gondolom, hogy így működik. A dekriminalizációról volt szó. Itt azért különböztessük meg ugye a legalizációt és a dekriminalizációt. Én legalizációpárti vagyok. És azért vagyok legalizációpárti, mert nem csak azt szeretném, hogy egy füves cigiért senkit ne vihessenek be, vagy ne csukhassanak le, hanem szeretnék egy olyan országban élni, amelynek a törvényeit be lehet tartani. Szeretnék egy olyan országban élni, olyan törvényeket szeretnék, amelyek szerint élni tudok. Én, meg az állampolgárok. Miért jó egy olyan törvény, ami nem tartható be? Most van egy törvény, amely szerint 2 évre le lehet csukni azt, aki füvezik. De mi nem csukjuk le. Ugye? Hát ez Magyarország, ez a szürke zóna a legalitás meg az illegalitás között. Ez a dekriminalizáltság. Tulajdonképpen tilos. Bármikor lecsukhatlak érte. Ez az igazi kádárista rendezés, ugye? De nem csuklak, mert jótékony Kádár János bácsi vagyok. De tudod mit? Ha majd az arcomba fújod a füstöt, akkor beviszlek. És akkor akár le is ültethetlek. Vagy bármit csinálhatok veled. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez a sztori, ez nem csak a marihuána fogyasztásról szól, hanem ez a mi jogkövető életünkről szól. Meg a mi kettős könyvelésünkről szól. Meg arról, hogy miért nem vagyunk egy liberális jogállam. Azért nem vagyunk liberális jogállam, mert igazán ezek a bizánci reflexek a bölcs állam, amelyik majd jobban tudja, hogy nekünk mi a jó, meg nekünk mit szabad, az majd megmondja nekünk, az majd terelget minket, az majd megvéd minket önmagunktól. Én meg azt gondolom, hogy felnőtt polgárok vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy döntéseket hozzunk a saját sorsunkról. És képesek vagyunk arra, hogy mérlegeljük a kockázatait annak, hogy mondjuk füvezünk. Mérlegeljük a kockázatait annak, hogy igen, hát ezzel járhatnak bizonyos következmények, mondjuk előhozhat lappangó skizofréniát.
Tudjuk, hogy ennek vannak ilyen kockázatai. Tehát azt is tudjuk, hogy az Ördögűző című film is előhozhat lappangó skizofréniát. Ne tiltsuk be az Ördögűző című filmet, de rakjuk ki a 18-as karikát, és figyelmeztessünk embereket arra, hogy nem egy egyszerű film. Tehát ugye ebből akár rosszul is ki lehet jönni. Én óvakodnék attól, hogy az orvos szemével nézzünk erre a kérdésre. Ha egy orvosnak a szemével nézünk erre a kérdésre, akkor mindig az ártalmakat fogjuk látni. Ugye Kennedy annak idején azt mondta, hogy háború vagy béke kérdésében soha nem szabad a katonatisztekre hallgatni, mert ők mindig a háborúra fognak szavazni, hiszen nekik ez a szakmájuk. Na most én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amiben, hogyha megkérdezzük az orvos értelemszerűen és szükségszerűen a ártalmakról fog beszélni. Ez olyan, minthogyha egy baleseti sebészeten megkérdeznénk, hogy ajánlja-e a baleseti sebész a gördeszkázást. És ő elmondaná, hogy ne! De olyan nyílt töréseket látott, amik után ő nem tudja ajánlani a gördeszkázást. De ennek a nyomán azt gondolom, hogy nem az volna a helyes, hogyha betiltanánk a gördeszkát, hanem az volna a helyes, hogyha a felnőtt emberekre ezt rá tudnánk bízni, felvilágosítanánk őket arról, hogy a gördeszkázásnak nagyon súlyos következményei lehetnek, és hinnénk abban, hogy felnőtt emberek, akik képesek arra, hogy döntést hozzanak a saját életükről, a saját sorsukról, válasszák a gördeszkát, vagy elvessék azt. Köszönöm, Gábor. Köszönöm. Autóbalesetek. Csökken Magyarországon a halálos baleseteknek a száma. Javul a közlekedési morálunk, ha nem is sokkal, és kevesebb balesetet szenvednek ugye az emberek az utakon. Az érettségről csak annyit, hogy az érettségnek a végén van egy érettségi, de addig föl kell készülni. És azt gondolom, a fölkészülésnek része az, hogy a társadalom megismerje akár ezt a szert is. Ne úgy, hogy kiálljunk és osztogassuk, hogy egyétek és vegyétek, azt legyetek tőle boldogok, hanem úgy, hogy világosítsuk fel az embereket erről a szerről. Ha ma egy átlag magyar tényleg megkérdezünk arról, hogy mi az a marihuána, mi az a THC, akkor valami ördögtől való fétistárgyat fog látni, ami ott lebeg valahol fönt, amivel csak egyetlen egy dolgot lehet csinálni, ezt tűzzel-vassal kell valójában írtani. És az alapvetően azt gondolom, hogy nem jó. És én ezért mondtam, hogy a társadalom alapvetően nem érett. Másrészt nem gondolom, hogy ma Magyarországnak az egyik legfőbb problémája az, hogy most legyen-e legalizálás, vagy ne legyen. Szerintem sokkal nagyobb gond például az, hogy mondjuk biofű országgá váltunk, hogy a szegregátumban élők gyakorlatilag 78-80%-ban van jelen náluk a szintetikus marihuána származék. Nem beszélve arról, ez egy érdekes kérdés vett föl, ez a szintetikus fű és a hagyományos fű közötti kapcsolat. Ugye ma nagyjából 120 féle biofüvet ismerünk. Van ezek között olyan, amelyiknek a hatáserősség és elnézést, most ugye laikusok ülnek velem szemben ebből a szempontból, mert ugye egy receptorkötődési affinitásról van szó, annyi, mint nagyjából a THC-jé. Ha a THC-t egynek vesszük, akkor van olyan biofű, amelyik 0,98 és van olyan, amelyik 1,02. És akkor azt mondom, rendben van, kinyitom az ajtót, beengedem rajta a THC-t. Akkor azt mondom, akkor miért ne engedjem be azt a biofüvet, amelyik 0,98 vagy amelyik 1,02? Hát majdnem ugyanolyan, mint a másik. És akkor miért ne engedjem be a következőt? És akkor miért ne engedjem be a következőt? Miért ne engedjem be a következőt? Szóval ez az, ami azt gondolom, és nagyon nehéz nekem nem orvosként erre a történetre rátekinteni, mert én orvosként látom ezt a dolgot, és világos, orvosként szélsőséges esetekkel találkozom. Olyan szélsőséges esetekkel, amivel az átlag valószínűleg nem találkozik, mert itt megkérdezzük azt, hogy hányan láttak a velem szemben ülők közül mondjuk marihuána pszichózist, hányan láttak mondjuk akut pánikrohamot marihuánától, valószínűleg sokkal kevesebben, mint amennyit én láttam, mert én célzottan ugye ezekkel találkozom. De ez egy potenciális veszélyforrás ebben az egész történetben. Nem beszélve arról, hogy például egy ilyen történetnél be lehetne vezetni mondjuk egy olyan biztosítási ellátást, hogy van egy alapbiztosítás és van rizikó. Hiszen ha én gördeszkázom, akkor nagyobb az esélye annak, hogy összetöröm magam, és világos, ha az én biztosításom az mondjuk egy alapbiztosítás, és mondjuk gördeszkázás kapcsán elszenvedek egy nyílt lábszártörést, akkor nem biztos, hogy annak a lábszártörésnek az ellátását teljes mértékben az állambácsinak, illetve a TB-nek kellene valójában fedezni, mert én olyan rizikó magatartást folytattam, siklóernyőztem például, hegyi kerékpároztam például, ami egy alapbiztosítási rendszerbe például nem fér bele.
És tényleg, amikor visszatérve arra, hogy mennyire érett egy társadalom, vagy mennyire nem érett egy társadalom, én azt gondolom, fel kell készíteni egy társadalmat arra, hogy valami új dolgot befogadjon. És érdemes lenne tényleg megkérdezni az embereket az utcán, akik jönnek velünk szembe, hogy mi erről az egészről a véleményük. És úgy mondanák a nemet, hogy abszolút semmiféle olyan indokuk nem lenne, vagy olyan magyarázatot nem tudnának hozzáfűzni, vagy egy abszolút racionális, miért nem csak. Ami egy hihetetlen jó mondat, azt gondolom csak ugye a tudás hiánya, az nagyon egyszerűvé tudja tenni esetenként ugye a döntéseket. Ami még nagyon fontos, ez a jár érte büntetés, nem jár érte büntetés, az állambácsi úgy elnéz meg, majd gondoskodik rólam, szó nincs erről. Én úgy gondolom, hogy a BTK az egy keretrendszert rajzol ki. Szabad Magyarországon ma lopni? Nem szabad. Hányan lopnak? És nem a hajléktalan ellopja a vodkát a Tesco-ba, mert már nem lopja el, mert helyszínen fogyaszt. Úgyhogy ez már fejlődő világban élünk tulajdonképpen. Nem? Nézzék meg azokat a nagykaliberű lopásokat, amikkel az ember az elmúlt 10-12-16 rendszerváltás óta tulajdonképpen találkozott, pedig ott van benne a BTK-ba, ugye, hogy a lopásért akár elég komoly büntetést is lehet kapni. Szóval én fontosnak tartanám azt, hogy a THC-t vegyük ki ebből a nagy kosárból. Bizonyos országok meghatározzák, 3 gram, 5 gram, 15 gram, 80 gram is akár lehet például Spanyolország, hogy saját felhasználásra lehessen ugye ilyet tartani, de azt, hogy ezt teljes mértékig nyíltá tegyük, jelenleg én úgy gondolom, hogy 2018-ban még ennek nincs meg az ideje. Próbáljuk fölkészíteni a társadalmat arra. Ismerjék meg a szert, ne úgy, hogy próbálják a szerek hatását, és például azt gondolom, mert hihetetlen jó lehetőségek vannak, hiszen talán sokan hallottak már egy Baudelaire nevű csávóról. Ugye aki amellett, hogy hasis függő volt, még nem is vetette meg az alkoholt, és például mondjuk az ő műveit elolvasva kiválóan lehet érezni azt a pillanatot, amikor a pipátok szív benneteket, és nem ti a pipátokat. Mert ilyen például egy hasisnak a hatása. És ha valaki mondjuk elolvasná ugye azt a művet, amit ő jelentős részt a hasis köré keverített az életébe, akkor lehet, hogy kicsit többet megtudna erről a szerről, és lehet, hogy dönten arról, hogy ő mégse akarja, vagy talán akarja ezt a kockázatot, de ha nem lenne benne egy büntetéssel való fenyegetés, az azért egy kicsit liberálisabb történetté válna. A Robitot szeretném azt kérdezni, mielőtt erre válaszolnál. Az előbb mondtad ezt a felelősséget, felelősség, felnőttségre nevelni, hogy mit gondolsz, hogy milyen társadalmi szereplőknek, vagy kinek van ebben felelőssége, hogy felnőttségre neveljék, segítsék a társadalmat, akár a fiatalokat, vagy az érintetteket. Tehát látsz olyan minősített felületeket, ahol a felelősség összpontosul. Esetleg a szülőknek, esetleg igen, a szociális és családügyi minisztériumnak, mondjuk, ha egyáltalán lenne szociális meg családügyi politika, hogyha mondjuk nem az embert nem erőforrásnak tekintenék esetleg, ez mondjuk esetleg segíteni a helyzetet. Én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos szerepe van a felvilágosításnak és a kultúra átadásának. Ennek hallatlanul fontos szerepe van. Pontosan látjuk azt, hogy a kultúra az, ami fogyaszthatóvá teszi ezeket a szereket, mindezeket a szereket. És a kultúra hiányában okoznak ezek súlyos ártalmat, meg veszélyt. Tehát pontosan tudjuk, hogy milyen az alkohol plusz kultúra, és pontosan látjuk, hogy milyen az alkohol minusz kultúra. Miért lenne ez másképp a marihuánával? Miért lenne ez másképp bármivel a világon? Miért lenne ez másképp a szexel? Miért lenne ez másképp bármivel a világon? Valójában a kultúra az, ami képessé tesz minket arra, meg alkalmassá tesz minket arra, hogy az adott szer ártalmait ismerve mégis használjuk azt a szert, és ne mi váljunk a szer által felhasznált entitássá. Hanem ennek a használatnak az iránya, ez mi belőlünk induljon ki, és a szerben végződjön. Mi használjuk a szert. Úgy gondolom, hogy a kultúra tanít meg minket arra, hogy hogyan használjuk a szert. És hogyha ez a kultúra hiányzik, akkor jön a veszélye annak, hogy a szer kezd el felhasználni minket. De hogy valójában a világon mindennel így van. Most ezt a kultúrát, ezt át kell adni. Ez nem terem magától, ezt a szülőknek, meg ezt a közösségnek át kell adni. Csak hogy a kultúrát csak akkor lehet átadni, hogyha egy kérdést nem tabusítunk. Na most a drogfogyasztás Magyarországon egy nagyon súlyos és sötét tabu. Most addig, amíg tabu, addig, amíg nem lehet beszélni róla, addig, amíg szégyelni kell, addig, amíg hazudni kell, addig, amíg tagadni kell, addig, amíg menekülni kell, addig, amíg bujkálni kell, addig nem lesz kultúrája. Nem fog kialakulni a kultúrája. Mert elfojtjuk. És amit elfojtunk, az
az ösztönvilág martaléka. Na és itt most pontosan ez történik. Elhangzott a szintetikus fűnek, ugye biofűnek hívják, ez olyan, mint a békeminisztérium, vagy a szabadságminisztérium. Tehát épp az ellenkezőleg kell érteni, tehát hogy a nem biofű az a bio, a biofű a nem bio. Mi a THC-t tiltólistára tettük, és ezzel ennek a kereskedelmét átadtuk a bűnözőknek. Átadtuk az alvilágnak. Tegyük fel a kérdést, mekkorák lennének ezek a drogkartelek, amelyek egyébként a biofűvet is forgalmazzák, amelyek egyébként a metamfetamint is forgalmazzák, amelyek általában a drogokért felelnek. Persze, tudjuk jól, hogy ezek szakosodnak különböző drogokra. De most akkor beszéljünk ezekről így általában. Mekkora lenne a drogkereskedelem és a mögötte lévő bűnszövetkezet, hogyha a legnépszerűbb szert ezek közül, amelynek az ártalma ezek közül a legcsekélyebb, legalizálná az állam? Hát ezeknek a drogkarteleknek a befolyása, a mérete, a pénze a töredékére zuhanna vissza. A rendőrségnek rögtön ezerszer könnyebb dolga lenne ezeket felgöngyölíteni, ezeket megtalálni. Hogy valójában, akár kiszorítani. Ugye szó volt a biztosításról, hogy a biztosítók azok igenis tekintetbe veszik a gördeszka esetében is az ártalmakat, a kockázatot. Hogy mekkora kockázattal jár a gördeszkázás. És ezt ők belekalkulálják, amikor kalkulálnak egy biztosítási ajánlatot az adott személynek. Hogy hát ő azért gördeszkázik. Ez azért egy veszélyes extrém sport. Most ehhez én úgy gondolom, a biztosítóknak joguk van. Joguk van. Ez nem egy jó, de ez nem a tiltás vagy engedélyezés kérdése. Ez tökéletesen értjük. Hogy a marihuána fogyasztásnak vannak bizonyos kockázatai, ha ezt a biztosító is érti, és ez belekalkulálja a saját kockázatelemzésébe és a saját ajánlatába, a saját biztosításába, akkor ez tökéletesen érthető. De ennek semmi köze nincsen ahhoz, hogy én nekem mit szabad tennem és mit nem a saját testemmel. Ez egy emberi jogi kérdés. Egy emberi jogi kérdés, ami ugyanolyan alapvető emberi jogi kérdés, mint a szólásszabadság. Én azt mondok a számmal, amit akarok, addig, ameddig más embernek a megölésére, megkárosítására, megveretésére nem szólítok fel. Hát ugye itt mi szabályoz? Tudjuk az emberi és polgári jogok nyilatkozatának a kulcs mondatát. Szabadság annyit jelent, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Ez szabályoz. Ez vezet minket. Ez azt jelenti, hogy ha én senkinek nem ártok azzal, amit mondok, akkor nincs földi hatalom, amely megtilthatja nekem, hogy én azt kimondjam. Na most a helyzet a fogyasztással ugyanez. Én senki ember fiának nem ártok azzal, hogy elszívok egy füves cigit, akkor nincs földi hatalom, amelyik nekem ezt megtiltsa. Vagy hogy megegyek egy almát, vagy hogy megegyek egy körtét, vagy hogy megegyek egy barackot. És nincs különbség ezek között. Nincs különbség, mert én felnőtt ember vagyok, és egyszerűen jogom van eldönteni azt, hogy milyen kockázattal jár egy almának vagy egy barackának a megevése. Az embernek a torkának adhat a mag, vagy bármi történhet. Nyilvánvalóan se csekélyebb a kockázata, mint a marihuánának, de ennek semmi jelentősége nincsen. Én egy felnőtt ember vagyok. Felnőtt ember, ami a legmagasabb kozmikus rang a létezésben. Nincs fölöttem semmi. Itt tényleg arról van szó. Értsétek ezt Puzsér Róbertre. Nem szükségszerűen. Én itt a Homo sapiens sapiens nevében beszélek. Már ha szabad. Szóval, nincs... E fölött, az entitás fölött nincs semmi a teremtésben. Nincs egyszerűen senki, akinek joga lenne ennek az embernek megtiltani azt, hogy mit vigyen be a saját testébe. Nincs. Hát az államnak legyen joga ahhoz, hogy eldöntse, hogy az adott országban minek a kereskedelme az, ami zárjeggyel zajlik, és minek a kereskedelme az, ami nem zajlik zárjeggyel. Mert ő annak a kereskedelmét az adott országban nem támogatja. Ennek lehet egy társadalompolitikai szempontrendszere. De annak, hogy
itt mindig a kereskedő oldaláról közelítünk. De annak, hogy én most tudom egyébként, hogy nyitott kapukat döngetek, mert mind a ketten ellenezzük a kriminalizációt. Minden esetre én úgy gondolom, hogy senki ember fiának nincsen joga ahhoz, hogy megtiltsa egy felnőtt embernek, hogy ő mit tegyen, mit igyon, mit mondjon. Minden szabad, ami másnak nem árt, ez a fő szabály. Ez a fő szabály. És én azt gondolom, hogy ennek a vitának, amit itt mi most folytatunk, alapvetően van három síkja. Három síkon zajlik. Az első az ugye az orvosi sík. Tehát, hogy azt vizsgáljuk, hogy mit okoz az adott szer. A második az emberi jogi sík. Ott azt vizsgáljuk, hogy mihez van joga az embernek. És van egy harmadik, ami a valóság síkja. Mit okoz a legalizálás, mit okoz a kriminalizálás. És azt gondolom, hogy ezt a három szempontrendszert, ezt a három különböző síkot kell végig tekinteni, és áttekinteni, és igenis úgy gondolom fontos az alkohollal ütköztetni, az alkohollal összevetni és összemérni a marihuánát. Igenis fontos. Az alkohol az nem, hogy mondjam, az nem különbözik a marihuánától semmilyen módon, legfeljebb annyiban, hogy a Krisztus vére. Hát most értjük, hogy ehhez tartozik egy tradíció. Nem minden formájában. Tartozik egy tradíció. A jóféle bor, ugye? Tehát ez tartozik egy tradíció. Ahhoz meg nem tartozik tradíció itt. Ebben a kultúrában. Más kultúrákban meg tartozik hozzá tradíció. Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy én egyébként el tudom fogadni, mint egy konzekvens álláspontot azt, hogy ne legyen legális a marihuána forgalmazása, de akkor emellé oda kell tenni azt is, hogy az alkoholése legyen. Vagy akkor tényleg kezdjünk el érvelni azzal kapcsolatban, hogy az alkohol az miért kevésbé ártalmas, mint a marihuána, és én nagyon kíváncsi leszek az érvekre, nem ismerek ilyeneket. Azt szeretném kérdezni, mielőtt válaszolsz, hogy te viszonylag sokszor, ha jól tudom, beszélsz prevencióról és hasonlókról, és hogy ez a bizonyos felnőttség, vagy felelős gondolkodás, hogy szerinted hol van ebben tényleg akár a szülőknek, vagy bárkinek, aki fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozik, vagy emberekhez szól, szóval mit lehet ebbe tenni? Mert szerintem sokan vannak itt, akik akár elérnek másokat, mielőtt erre válaszolsz, hogy van-e ez valami néhány jó ötletet, gondolatot? Azt gondolom, hogy a társadalmunk meg fog változni, azért fog megváltozni, mert az én korosztályom, mondjuk a nálamnál mondjuk 5-6 éve fiatal, mondjuk az 50 fölöttiek, én 58 éves vagyok, azok szépen ki fognak menni ebből a rendszerből. Mi még abban a rendszerben nőttünk föl, rendszerváltás előtt szocializálódtam, amikor ugye az, hogy hozzáférjen az ember mondjuk egy marihuánát cigarettához, az gyakorlatilag egy elképzelhetetlen történet volt, kikútlevél, 3 évente nyugati ablak, 50 dollár, a arab gyerektől venni a Váci utcába még 50 márkát, kimenni Bécsbe egy héttel alatt, kimenni Amsterdamba stoppal, és akkor ott hozzájut az ember. Ez volt. Ma pedig szerintem nem lövök mellé, akinek megvan a kapcsolatrendszere, 20 perc múlva itt megáll a lesötétített üvegű Golf, ablak le, pénz be, csomag ki, ablak fel, kocsi el. A világ baromi sokat változott. Mi ehhez? Én korosztályom abszolút nem tud alkalmazkodni ez a történethez. Mi 10 év múlva is azt fogjuk mondani, és 15 év múlva is azt fogjuk mondani, kábítószer ördögtől való, tűzzel vassal írtani, és így tovább, és így tovább. De ki fog menni ez a generáció? És jön az a generáció, akik közül nagyon sokan itt ülnek, akik valószínűleg ismernek olyat, akik láttak olyat, akik hallottak már olyanról, akik életükben, ők elszívtak már egy marihuánás cigarettát. Ne adj Isten, egy eki is elpattant, talán egy jó csík amfetamin is becsusszant a történetbe, lehet, hogy gombával is jártak már itt-ottam ott a világban, és igazándiból azt gondolom, hogy ez fogja meghozni a mi társadalmunknak azt a fajta érettségét, hogy megérhet esetleg arra a történet, majd, amikor ennek a korosztálynak már olyankorú gyereke lesz, hogy mondjuk ilyen 4-5 éves, hogy el lehet róla kezdeni kommunikálni, hogy mik is azok a tudatmódosítószerek. És hangsúlyozom, tudatmódosítószerként mondanám, nem kábítószerként, mert ebbe igenis vegyük bele, amit a Robi is mondott, az alkoholt. Mert azt gondolom, hogy neki tökéletes igazából semmilyen olyan érvet nem lehet felhozni, hogyha az alkohol igen, akkor marihuána miért nem. Szóval 30 ezeren halnak meg Magyarországon évente valamilyen alkoholbetegség miatt. És 800 ezer alkoholista. 20 ezer kábítószer függő, és ebből nagyjából 10 ezer marihuána függő, akinek szerintem jó párat naponta lehet látni. Mondjuk a képernyőn.
például. És nem akarok olyan lenni, mint Salamon Béla bácsi, ez a ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni, mert nem fogok, azt kell, hogy mondjam. De persze, lehet rajtuk látni, hogy a mesztikőintellektuális funkció egy kicsit romlik, lassabban olvas, nehezebben beszél, már nem tud úgy fejbe számolni, THC hatás, krónikus hatások természetesen. De úgy gondolom, el fog jönni az a pillanat itt Magyarországon is, amikor az én generáció már ül mondjuk a nyugdíjas otthonba, és ugye éppen az lesz a legnagyobb probléma, hogy üríti ki a katéterét, vagy nem. De ha belegondoltok abba, hogy Amerikába, mondjuk egy 75 éves fickó, egy ilyen klasszikus kaliforniai idősek otthonába elszív egy spanglit, ezen senki nem fog kiakadni. És ha ma a Bánkút utca 100-ba, ez egy igazi jó kis Jurassic Park ma, ugye a 15. kerületben, özvegy Dőfős Miklósné egy spanglival a szájában, járókával a kezében rohangászna a folyosón, de azt gondolom, a világ kiakadna, és ebből abszolút hír lenne. De a mai 40-es generáció, akik egy évben háromszor eljárnak a haverokkal, mit tudom én, motorozni, bulizni, kisvörösbor, egyes spangli, néha egy csík, stb., az bele fog ebbe a történetbe öregedni, és nem függő szinten, hanem alkalmi használó szinten, és nem fogunk kiakadni azon, hogy mondjuk 70 évesen elszív egy spangli. De visszatérve ugye arra, amit meg itt a Robi mondott, ugye, hogy a szerhasználat iránya. Szóval ebben azért benne van mindig egy veszélyfaktor, hiszen amíg én tudom irányítani a szert, addig ez rendben van. De ne felejtsük el, hogy itt van egy olyan kijelentés is, vagy egy olyan fogalom, ami arról szól, hogy a függőség. Akkor már nem én irányítom a szert. És ebben bizony a THC-bál ilyen előfordul, mert okoz függőséget. És ez ma már evidencia, és azt gondolom, hogy ez nem képezi vitatárgyat, hogy most van-e marihuána függőség, vagy nincs marihuána függőség. Van. És akkor a szer átvette a hatalmat fölöttem, és ő fog engem valójában irányítani, és rá kényszerít tulajdonképpen arra a napi 2-3 tekerésre, ami nem azért kell, hogy akkor már jól érzem magam, és rastafáriként elszálljak a világba, és akkor színek, fények, hangok, minden kicsit más legyen, és röhögjünk, és mindenen röhögjünk, hanem azért, hogy egyáltalán ne legyek ingerült, hogy bemerjek menni egy szobába, este el tudjak aludni, és ne négyig pörögjek, mint a grill csirke, de ma azért se fogok szívni, és akkor 4-kor elszívja a spangliát, és 4:10-kor kicsöppen a nyál a szája sarkába, és úgy alszik, mint egy isten. És azért ez egy veszélyforrás, ami potenciálisan ebben a történetben benne van, és nem mindenkinek adatik meg bizton, hogy tudja kezelni ezt a fajta történetet, hogy nem veszi át a hatalmat fölötte tulajdonképpen a szert. Viszont azt gondolom, hogy szerintem az egyik leges-leges legfontosabb ebben az egész történetben, ugye még ami itt előjött, ez a bevétel. Szóval azért, valljuk őszintén, nem a THC az, ami a szerek közül ma a világot mozgatja, hanem jól vagyunk meg a kokain, jóval inkább az amfetamin, egyre inkább a szintetikus ópiát típusú szerek. Úgyhogy ha mondjuk Magyarországon lenne egyfajta legalizáció, azt gondolom nem jelentene olyan bevételt az állam szempontjából, jövedéki adó irányában, hogy akkor azt mondanák, na ezt a kerítést itt a házba itt lebontjuk, és ez holnaptól gyulai kolbászból fog működni. Szó nincs erről a történetről. Nem hinném, hogy jelentős módon az állami bevételek, ugye az állami, ugye hát kannabiszboltokból ugye olyan jellegű hasznot tudnának ma Magyarországon hajtani, ami jelentős módon ugye az életszínvonalunkon bármit is tulajdonképpen hát elősegítene. És egy másik dolog, ami viszont fontos lehet ennél a szernél, hogy ez hihetetlen jól ellazítja az embert és oldja a gátlásait. És ugye ez nagyon fontos, amit a Robi is mondott, hogy amíg nem ártok senkinek, persze, elszívtam, kurva jó, beülök a kocsiba, és kigulizok 3 embert szépen a buszmegállóból, és volt bennem THC. Na azzal mit kezdjük? Ez nem egy egyszerű feladat, és ez olyan, mint alkohol és a gépjárművezetés. És én itt is abszolút a null tolerancia íve vagyok, ha már vannak országok 0,2, 0,3, akár 0,5 ezrelékes véralkoholszinttel vezetni, de biztos, hogy ki tudom számolni a negyedik sör után, hogy hány óra múlva lesz 0,38 ezrelékes a véralkoholszintem, hogy ne legyen bajom? Szerintem nem, mert erre nincsenek egyenletek, vannak nagy átlagok, de lehet, hogy ön 8 grammot bont, ön 12-t, ön csak 3-at. És akkor már is ugye szar került a palacsintába. És ami még érdekes például Amerikában, hogy ott bizonyos vérszintek alatt, ez általában olyan 5 nanogram per milliliter, már nem számít valaki befolyásoltnak. A magyar szaki gyakorlat alapján addig, amíg az alapvegyület, hogy az aktív metabolit benne van, addig igen. Ezen is akár szakértői szempontból érdemes lenne elgondolkodni, de ez azt gondolom elsősorban szakmai kérdés, és nem feltétlenül mondjuk az emberekre tartozik, de én úgy gondolom, hogy ezt föl kell a szakmának vetnie ebből a szempontból.
lassan véget ér ez a részünk, még ha valamivel szeretné reagálni, reagálj, és utána jöhetnek a kérdések. Rendben. Én értem, hogy az alkohol Magyarországon be van ágyazva a kultúránkba, annyira, hogy Krisztus vére. A fű az pedig nincsen. Én értem, hogy Magyarországon jelenleg, jelen pillanatban a pálinka főzés legális. Pálinka főzés, házilag. Egy kemény drogról beszélünk. Tehát nem a marihuánának a besorolásán áll, hanem egy lényegesen, minden tekintetben keményebb drogról beszélünk. Bár három szempont, amiben össze lehet ezeket vetni, ugye? Egyrészt a direkt hatásában hasonlítsuk össze a kettőt. Mondjuk így láttunk már embert pálinkától négykézláb okádni. Ebben az országban ezt szinte el se lehet kerülni. A marihuánától hát nem ez a jellemző. Ugye? És főleg meg azt tudjuk, hogyha valaki nagy rutint szerez a pálinka fogyasztásban, az viszonylag gyakran gyakorolja ezt a mutatványt. Ha valaki nagy rutint szerez a marihuána fogyasztásban, egyre ritkábban gyakorolja ezt a mutatványt, akkor össze lehet hasonlítani a függőséget, tehát hogy melyik milyen függőséget okoz. És itt elhangzott, hogy függőséget okoz a marihuána. Igen, ez igaz. Valóban függőséget okoz. Csak hogy ezt a függőséget nem lehet az alkohol függőséggel összehasonlítani erősségében. Eleve az alkoholnak fizikai függősége, fizikai dependencia, amiről beszélünk, nem a THC-nak a függőségi jellemzőit mutatja. Olyan nagyon súlyos a különbség a függőségben, a leszokásnak a statisztikái is annyival rosszabbak. És akkor ugye ott van a harmadik, a szociális hatása ennek, ami legalább ilyen fontos. De azt ugye azért tudjuk, hogy az alkohol az hát képes agresszálni. Azt tudjuk, hogy mivel hogy a gátlásokat oldja, ezért aztán hát attól függően olyanra iszod magad, amit elfojtasz. Hogyha olyan ölelősre iszod magad, az azt jelenti, hogy hát te egy áldott jó ember vagy. Csak hát nagyon szégyelled. Hogyha olyan verekedősre iszod magad, az azt jelenti, hogy egy agresszív ember vagy, aki ezt elfojtotta és talán nem is ártott neki, az az elfojtás. De hát ez az elfojtás, ez most oldódott. És most itt van ez a verekedő részed. Ugye? Most értjük, hogy a THC nem okozza ezt. Tehát, hogy így a szociális konzekvenciái a THC fogyasztásnak korán sem olyan destruktívak, mint az alkohol fogyasztásnak. Tehát, hogy azért ezeket a szempontokat össze lehet hasonlítani. És ha már a függés. Persze, függőséget okoz. Mint bármi az életben, ami jól esik. Mint egy tévésorozat. Természetesen egy tévésorozat is függőséget okoz. Nem fizikai függőséget, mint amilyet az alkohol okoz, vagy az opiátok okoznak, lelki függőséget okoz. Vagy egy jó könyv. Vagy egy... Ebben az országban hányan játékkonzol függőek? Akik a falat kaparják, hogyha nem hozzák vissza a játékot, amit kölcsön adtak. Mert már játszanának rajta. Szóval, hogy ez a függőség... Igen, igen, mi milyen alkatok vagyunk, rá tudunk függni arra, ami nagyon jó. Amit nagyon élvezünk. Ez a kockázat mindennel kapcsolatban ott van. Mindennel és bármivel kapcsolatban ott van. Tehát pontosan tudjuk, hogy a legsúlyosabb függőségünk az oxigénnel kapcsolatos. Olyan. Az elvonása az halálos. Halálos. És hát pontosan tudjuk, hogy ha ezt tartósan elvonják, hát... Szóval a helyzet az, hogy bármitől és mindentől lehetünk függőek. Ez a kockázat, ez ott van. Csak hogy ez, ami számunkra a felelősséget nem a tiltás vonatkozásában, hanem a felvilágosítás vonatkozásában, a tapasztalatok megosztásának a vonatkozásában hordozza. Nekünk, akik tisztában vagyunk ennek a kockázataival, ezeket a kockázatokat, meg úgy általában ezeknek a különböző drogoknak a különböző kockázatait, ezeket nyilvánossá kell tennünk. Észre lehetne venni, hogy az elfojtás nem működik. Észre lehetne venni, hogy a drogháborút az államok elvesztették. Ez óhatatlan. Ez visszavonhatatlan. Tehát ez a tiltás, üldözés, ez nem jött be. Ez nem jött be. Ezt a következtetés most már világszerte kezdik levonni.
hogy valójában, és ami ezzel szemben egyedül marad, az a valóságtagadás. Az alkoholra vonatkozóan és a pálinka főzésre. Miért legális Magyarországon a pálinka főzés? Pálinka főzés. És miért illegális Magyarországon a könnyű drogfogyasztás, mondjuk a marihuána fogyasztás? Talán csak nem azzal függ össze, hogy az elitünk az hát nagyon szeret pálinkázni. Füvezni meg hát nem. Talán csak nem ezzel függ össze. Hogy én vagyok a rossz hiszemű? Tehát, szóval, hogy arról van szó, hogy ami nekik szabad, ami nekik jól esik, és az ő hétköznapi rutinjaikhoz tartozik, hát az áldott jó dolog, hát azt a Szűz Mária könnyezi. Ugye? Azt, amit ők nem szeretnek, azt, amit tőlük idegen, azt pedig tiltsuk be, és üldözzük. Tehát én itt úgy látom, hogy én nem nagyon szeretném, hogyha a miniszterelnök elmagyarázná nekem, hogy nekem muszáj disznózsírral sütnöm, mert ő úgy szereti. És hogy az olívaolajat azt ne használjam, legyek szíves. Bár az olívaolaj ugye egészségesebb, mint a disznózsír. Valamivel meg hát sütni kell, ez a nagy tapasztalat így az emberiség több százezer éves történelmére visszatekintve, hogy valamivel hát sütni kell, akkor süssön mindenki disznózsírral. Miért? Mert bár egészségtelenebb, a miniszterelnök úr így szereti. Ezt a részt lezárandó a kérdés. Zsíros témák után, hogy én annyit szeretnék csak mondani, hogy ami engem különösen megfogott most ez a függőségnek a természete, és hogy számomra a felnőttség valahol ott kezdődik, mikor az ember rádöbben arra, hogy valamilyen módon érintett, és ahogy elhangzott, hogy így vagy úgy, de hogy a saját függőségét megismerni és kezelni, vagy valamilyen módon ahhoz viszonyulni megtanul, és hogy talán akit nem érint akár egy marihuána téma, vagy egy alkohol téma, az fellélegezhet, hogy de jó, én nem vagyok függő, miközben lehet, hogy egy civilizáltabb függőség ugyanúgy érint, és sokkal nagyobb kihívás ezzel szembenézni, és valamilyen módon ehhez viszonyulni. Kérdések? Nem látok semmit, hogy ki jelentkezik, úgyhogy kérem, hogy azokat, akik a szervezők közül ott vannak, azok vigyenek oda mikrofont, ahol kérdések vannak, és hangozzék el az is, hogy kihez irányul a kérdés, Gáborhoz vagy Robihoz. Kicsit kifújhatjuk magukat. Már kaptam egy a szerencséje, köszönöm. Nagyon gyors. Üdv. Nos, én azt vettem észre, hogy általában, mint ahogy várható volt, a vita az alapvetően abban áll, hogy Robi az elvek szintjén közelíti meg, a Gábor pedig, mint a száraz tapasztalat alapján közelíti meg a kérdést, és Robinak mindenképpen igaza lesz, hogyha az elvi szinten nézzük, viszont már ott kicsorból sajnos a dolog, hogy már az az alapvető emberi jog, hogy minden szabad, ami másnak nem át, már ehhez sincs, all in az egész emberiségnek szerintem kulturális beázottsága, mert láthatjuk, hogy már sajnos ez sem működik. Épp ezért szerintem a valóságot már alapból úgy kell elfogadni, hogy nem várhatjuk el, hogy mi bármikor is képesek legyünk felnőtté válni. Épp ezért úgy vagyok vele, hogy az, hogy mikor lesz végre a Magyarországon érett a társadalom erre a kérdésre, ez szerintem talán az intézményrendszernek az olyan fajta rákészülésére várható, amikor mondjuk, mert szerintem itt van a probléma, hogy ugye, vagy azt nem várhatjuk, hogy az emberek felnőtté váljanak hirtelen végre, és képesek lennének füvezni, akkor legalább azt tegyük meg, hogy amikor mondjuk nagyon rossz állapotban van, akkor olyan fajta rehabilitációs rendszer legyen kiépítve, ami jó. És ezért mondjuk Gábortól kérdezném a kérdésemet, hogy te szerinted, ön szerint mennyi idő volna mondjuk az a, hogyha mondjuk ráfeküdne, amit persze egyáltalán nem várhatunk, ha ráfeküdne maga az ország arra, hogy mondjuk ki tudja építeni egy infrastruktúrát, intézményrendszert, amivel elkerülhető lenne a komoly baj, ez mennyi idő lenne? Meg tudjuk-e mondjuk azt élni, hogy mondjuk a mi gyerekeink generációja, akik tőlünk már látták mondjuk a füvezés kultúráját, ők már mondjuk nyugodtan tudjanak füvezni? A nyugodt füvezés. Szép. Jó? Jó. Én azt gondolom, hogy itt tényleg egy komplett generációnak ki kell menni egy 25-30 év.
amíg ez az egész történet itt valójában be fog ebből az egész dologból érni, azért azon egyszerű oknál fogva, mert le fog cserélődni részben az a fajta társadalmi, gazdasági, politikai elit, aki ma van, és ez most abszolút pártfüggetlen, most félre ne értse senki, most nem csak egy színre, hanem több színre gondolok alapvetően, és ők talán ezt egy kicsit másképpen fogják látni, ezt az egész dolgot. Szóval egy 30 évet tapsálok erre az egész dologra, hogy az már egy másképpen való hozzáállásról szól. Az, hogy most egy ilyen rendszert kiépíteni, itt a Robi tök jól mondta, hogy a rendszernek tulajdonképpen az megvan, mert azt úgy hívják, hogy család. Csak ennek működni kéne, ennek az egész dolognak. És például, amíg mondjuk Magyarországon 4 millióan élnek a potenciális szegénységi küszöb alatt, és jelentős részük él egy olyan szegregált pszichoszociális gettóba, ebből nem fog tudni kitörni, ami egy önerősítő folyamat, akinek nincs múltja, jelene és jövője, akkor mit várjunk ettől a történettől? És egy nagyon egyszerű mondat. Ugye, hogyha tényleg apa iszik, meg dobálja ugye a félkorú rablóba a 200-ast, majd kijön a 3 szilva, és akkor baromi jó lesz. Anya nézi az Izaura TV-t, ugye 5,5 órát naponta, és emellett eszi a Xanaxot, a Ricsit, meg a Frontint, akkor áldja már meg a világ, akkor mit várunk a gyerektől? Szóval akkor mit mondjunk neki, hogy akkor majd lehet belőled? Hát hogy lenne? Ő ebbe ezt viszi a puttonyába tovább, és valószínűleg az ő utóda is, hogy valahol ezen a történeten a rendszer már az intézményrendszer adott a család, csak a funkcióját éppen nem tölti be. Köszönjük. Ha már bocsánat, a félkarú rablóra kitérve, tehát hogy az hogy legális? Már bocsánat. Talán csak nem azért, mert az állam a díler. Mert hogy elég ártalmas, tehát itt nem úgy merült föl, mint valami, ami bearanyozza a családok életét, ugye? Tehát elég ártalmas. Ugyanakkor meg hát legális. Talán csak nem azért, mert az állam az, amelyik adja, az államnak a kezéből jár nekünk a nyomorúság és a tönkremenetel, és ebből az állam gazdagszik. És most már az állam kvázi egy saját szektort, Andy Vajnával az élen, ráépített erre a tevékenységre. Tehát, hogy nem tudom, nem igazán tudom átélni, hogy az állam így aggódik értem, hogy mindjárt megmérgezem magam azzal a spanglival, és mindjárt skizofrén leszek, miközben azt látom, hogy éppen lerabolni próbál egy félkarú rablóval. A következő kérdést várjuk, és azt szeretnénk kérni, hogy elsősorban nem ilyen véleménymegosztás hosszan, hanem hogy minél több kérdésre idő legyen, valóban kérdéseket tegyetek fel. Robi, én tőled kérdeznék. Azt mondtad az egyik mondatodban, hogy te egy felelősségteljes ember vagy, aki a kockázatokat mérlegelve tudsz dönteni dolgokról. Nem gondolod, hogy kicsit téves ezt kiterjeszteni a társadalmi szintre, és mindenkiről ugyanezt feltételezni? De akkor jelent bármit is a nagykorúság, hogyha ezt nem lehet feltételezni? Egy másik emberről? Mit jelent a nagykorúság? Miért vezethet autót? Hát behajt a busz megállóba, hát megöli az embereket vele. Hát most érted, hiba ezt feltételezni az emberekről. Hiba azt feltételezni az emberekről, amit magadról gondolsz? Szerintem soha nem hiba. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekekről hiba. Ez különbözteti meg a gyereket a felnőttől. A gyerekről hiba azt feltételezni, amit a felnőttről. A felnőttekről meg azt gondolom, hogy, szóval, hogy a dolog úgy működik, hogy azáltal, de erről már volt szó, azáltal érik bele, hogy én megadom neki a lehetőséget. Most megkérdezzük az embereket, kimegyünk az utcára, és megkérdezzük az embereket, hogy legyen-e legális a marihuána, nem a marihuánára fognak válaszolni. Azt se tudják, miről van szó. Annyit fognak érteni az egészből, hogy egy drogról van szó, amit a gyerekeinknek árulnak. Természetesen nemet fog rá mondani. Azt fogja mondani, hogy ne legyen legális. De valójában nem a marihuánára fog nemet mondani, hanem valamire, amit ő a személyes belső Rorschach tábláján lát. De ugye, valójában ez a marihuána az ő számára, nem a marihuána az ő számára, ez egy ilyen projekciós tárgy, amire az lelkének a démonait rávetik. Az ő lelke tele van démonokkal. Folyamatosan ezek a gazember dílerek a gyerekeinek kábítószert árulnak. És hogy megkérdezed, hogy legyen-e legális, alapból azt fogja mondani, hogy ne! Mert ott ő a démonokra mond nemet, valójában nem a marihuánára. Ezért sem szabad, és ezért sem megoldás elfojtani
nem beszélni róla, tiltani, üldözni, mert ez csak ide vezet. Így aztán ugye hibás lesz az eredmény, amit kapunk. Mert ugye nem pontos az analízis. Valójában ahhoz, hogy érdemleges legyen annak az embernek a válasza azzal kapcsolatban, hogy legalizáljuk-e a marihuánát vagy sem, először is tudnia kéne, hogy miről beszél. Erről természetesen nem tud. Miért? Mert széleskörű és általános a démonizálása ennek. Köszönjük. Következő kérdés. Én a Robitól szeretnék kérdezni, hogy technikailag hogyan viteleznéd ki Magyarországon a legalizációt, és lenne értelme szerinted a korlátozásának, és hogyha igen, akkor miben korlátoznád a fogyasztását, miben a termesztését, és miben a terjesztését? Én egy ilyen nemzeti kafé-shop hálózatra gondoltam. A kormányzó pártnak a klientúrája üzemeltetne. Én azt gondolom, hogy rendkívül alkalmas, aki látjuk a dohányboltokat, hogy milyen remekül működik ez a rendszer. Én azt gondolom, hogy ezt is lehetne használni az állami feudalizmus terjesztésére és üzemeltetésére. Tehát én azt gondolom, hogy láthatjuk azt, hogy a dohányáruk bár rendkívül ártalmasak, rendkívül károsak, ennek ellenére a kormányunknak a zsebéből nem esik ki az a pénz, amit erre költünk. Én azt gondolom, hogy ezt a pénzt is tudnák jó célokra fordítani, nyilvánvalóan kerítést építenének belőle a déli határra, nem kolbászból lenne. Én úgy gondolom, hogy ők azt üzemeltetik és azt működtetik, amit akarnak. Tudod, hogyha akarnák, nem lenne problémájuk azzal, hogy hogyan. Megoldanák. Meg lennének hozzá a klienseik, akik ezt üzemeltetnék. Tehát úgy gondolom, hogy nem. Tehát először is, ne, tehát itt nem a hogyan a kérdés, és egyáltalán nem szorulnak rá, de egyik oldalon sem a politikusok, egyik politikai oldalon sem az én tanácsaimra, hogy hát ezt hogyan kéne. Én úgy gondolom, hogy ez bizonyos intézményekben zajlik. Például én jártam Hollandiában. Hollandiában az a szabály, hogy vannak kávésopok, meg vannak kocsmák. A kocsmában nem lehet füvet kapni, és nem szabad füvet szívni. A coffee shopban ott nem lehet alkoholt kapni, és nem szabad alkoholt fogyasztani. Hanem ez így meg lett szépen különböztetve. És én úgy gondolom, hogy ez segíti a dolog kultúrájának a kialakulását. Hogy van egy intézmény, amelyik erről szól, és ennek a kultúráját hordozza, és hogyha ott akarsz valamit inni, mert mondjuk kiszáradtál, ez általában előfordul, hogyha valaki füvezik, akkor kérhetsz egy séket, vagy kérhetsz egy teát, vagy kérhetsz valamilyen üdítőt. Ugye? Tehát hogy ez is segíti azt, hogy az egyiknek is kialakuljon egy kultúrája, és az egyik intézménynek is legyen egy közönsége, egy vendégköre, másik intézménynek is legyen. És azt gondolom, hogy ennek is megteremtődne a kultúrája, ugye, ha engednénk. Tehát, hogy amit elfojtunk, abból nem képződik sem kultúra, sem stílus, sem mód. Abból, amit fölhozunk a felszínre, az a kultúra tere. Gábor, esetleg ehhez szeretnél valamit hozzátenni? Ha már lenne ilyenfajta legalizálás, én azt gondolom, hogy igazándiból csak olyan helyen lehetne fogyasztani, ami nem nyilvános hely. Én abszolút, ha majd valamikor, amikor én már ennél sokkal öregebb leszek, eljutnánk odáig, akkor ezt fontosnak tartanám, mint hogy ez azért nem egy országban így működik. Hogy nyilvános helyen nem lehet, még akár ilyen coffee shopban sem lehet, hanem csak kizárólag olyan helyen, ahol kvázi saját magad vagy. Azt, hogy most ez milyen mennyiséget jelentsen, otthon tartott növény darabjában, szárazanyagtartalomban, 3 g-ot, 5 g-ot, 10 g-ot, 20 g-ot, az azt gondolom, ezek abszolút mértékig technikai részletek ebben az egész történetben, de változatlanul vallom azt, kettő dolgot, az egyik, amit már akartam is mondani Robinak, hogy ő, aki egy ismert ember, és mondjuk nagyon sokan nézik őt, ismerik őt, és hallgatják a mondatait, kérlek, hogy ne használd azt, hogy könnyű drog, vagy kemény drog. És ez szakmaiatlan, ilyen nincs. Ez nagyon félrevezeti az embert, félrevezetheti ugye azt, aki ezt hallja, és aki esetleg az ember szavát elfogadja, mert a könnyű drog, meg kemény drog összehasonlítás, az legalább már 20 éve nem állja meg szakmai szempontból a helyét.
Úgyhogy ha az ember feldob egy ilyet, hogy könnyű drog, meg kemény drog, akkor az esetleg félrevezető lehet, de ezt most abszolút, mint orvos szakemberként mondom, hogy retorikai szempontból ezt a két szót, ezt így írtsuk ki. Jó. Mondjuk azt, hogy marihuána, mondjuk azt, hogy heroin, mondjuk azt, hogy amfetamin. Hozzunk egy új kifejezést erre, de ugye azt értjük, hogy a heroin, hogyha ezt a három szempontot veszünk, hogy mi a direkt hatás, mi a függőség mértéke, és mi a szociális hatás, akkor azt látjuk, hogy a heroin az nagyon durva. Nem használom a kemény drog kifejezést. Látjuk, hogy a marihuána az meg nagyon nem az. És azt is látjuk, mind a három szempontból, nagyon nem az. És azt is látjuk, hogy az alkohol valahol a kettő között van félúton, inkább közel a heroinhoz. Ez sajnos nem kicsit igaz. Talán közelebb. Sajnos nem igaz, mert a marihuánának és az alkoholnak az addikciós potenciája az egymással megegyező. Csak az egyik az fizikai függőséget is okoz, a másik de itt az most meg én csak... addikciós potenciáról beszélek, ami megint egy szakkifejezés. És ha mondjuk egy szakmai szempontból vitázunk, beszélgetünk szerekről, akkor a nomenklatúrák azok fontosak, hogy a helyén legyenek. És igen, a heroinban meg lehet halni. Nagyon sokan meg is haltak. Nagyon durva függőség alakul ki, nagyon komoly elvonási tünet, ha bár pont az opiát elvonási tünet együttesbe senki nem halt még bele. Az alkoholba vele lehet halni, meg a GHB-ba, ez a két olyan, a ginába, ami halálos elvonási tünet okoz. De összességében az a retorika, ha tényleg azt mondjuk, hogy könnyű drog, kemény drog, félrevezetheti a laikust. És főleg egy olyan ember, akire sokan hallgatnak, sokan néznek, inkább nevezzük nevén a szereket, fantázia nevén, slang nevén, kémiai nevén, bárhogy, de én ezt, bocsánat, én ebben mindig beleszoktam szólni a kis hülye modorommal, elnézést, hogy ez a könnyű drog, kemény drog kifejezés, ez nem helyén való. Jó, de én meg akkor azt kérném, akkor nekem is lenne egy kérésem, ne beszéljünk többé drogokról. Beszéljünk marihuánáról, beszéljünk heroinról, beszéljünk ginnáról, beszéljünk az alkoholról, ne beszéljünk drogokról, mert ez is ugyanolyan rendszeres, a kemény drog meg a könnyű drog fogalom használata, az tulajdonképpen egy szerencsétlen kísérlet ez alapján, amit mondasz itt szakmailag, arra, hogy valamiféle megkülönböztetést tegyünk. Csak amikor általában arról van szó, hogy mi a véleményed a drogokról, meg hogy drogozott, meg hogy drogot fogyasztott, és akkor erre ilyen komoly képpel felnőtt emberek így bólogatnak, hogy jaj, drogot. Mint hogyha a marihuánát, meg az amfetamint, meg a metamfetamint, meg a heroint, meg a kokaint össze lehetne ilyen módon foglalni, hogy drogot. Hát tudnunk kéne, hogy mennyire sopánkodjunk legalább ahhoz, tudnunk kéne, hogy melyik drogot fogyasztotta, de erre nem térünk ki, sőt, rákérdez, hogy melyik drogot, milyen nagyon járatos valaki a drogot. Honnan tud arról, hogy milyen fajta drogok vannak? Fiatal ember! Hadd kérjünk egy tesztet magától mindjárt. Tehát, hogy értjük, hogy ugyanekkora probléma megkülönböztetés nélkül beszélni a drogokról, mint akár rossz megkülönböztetésekkel, ahogyan én az imént tettem. Világos, én a drog alatt ebbe a dobozba beleértem mondjuk a receptre felült altató nyugtatószereket is természetesen, hiszen azt gondolom, hogy arról olyan szerekről kellene beszélnünk, amelyek tudatmódosítással bírnak. Hogy ennek most milyen fizikai változata, hogy valakinek 300-as lesz tőle a vérnyomása, vagy leáll a légzése, azt gondolom, az egy teljesen más történet ebben. A tudatmódosító szerek, az alkohol ugyanúgy beletartozik, az altató nyugtató szerektől kezdve, a marihuánán át a triptamin származékok, ketamin, millió egy ilyen történet van. Nagyjából ma olyan 670-680 fél olyan kémiai anyagot ismerünk, amelyik ugye ebbe a kategóriába beletartozik. És mondom, az alkohol ugye pontosan ugyanúgy része ennek a történetnek. Jó, néhány kérdésre van még idő, úgyhogy Léci Marci, akkor vidd a mikrofont, ahol van kérdés. Nekem a doktor úrhoz lenne egy kérdésem, hogyha a marihuánát legalizálnák orvosi használatra, akkor az orvostársadalom, főleg az idősebb réteg... Köszi. Nálad sokkal idősebb orvosokra gondolt. Mennyire lennének hajlandóak átállni a marihuána használatára, esetlegesen mondjuk a Xanax, illetve a többi benzo alapú használatra? Ne keverjük, azért, szóval én azt gondolom, azoknak a szereknek megvan a szakmai indikációja. A marihuána is. A marihuána, az orvosi kannabisz felhasználási területében az, hogy mondjuk alvászavaron van,
az nem nagyon tartozik bele, sőt egyáltalán nem tartozik bele. Azt gondolom, szklerózis multiplextől kezdve, epilepszia betegség, Parkinson-kor, Alzheimer, szembennyomás csökkentés, kemoterápiát követő hányás, HIV pozitív betegeknek étvágyjavítása. Nagyjából ezek ma azok az indikációs területek, ahol ezt használják. Szóval ez nem arról van szó, hogy akkor most átállunk, akkor inkább az esti, mit tudom én, 7,5 mg-os Dorvikumról átállunk az esti tekerésre című történet. Szóval ez nem erről szól, de ez egy, azt gondolom, hogy egy szakmai kérdés. Nem hinném azt, hogy sokan átállnának, már úgy, hogy használnák a marihuánát, de nem is arról szólna, hogy ezt most bárki fölírhatja. Szóval nagyon szigorúan szabályozni kéne annak, hogy milyen szakmai tapasztalattal, ismerettel, szerismerettel írhat föl valaki mondjuk orvosi marihuánát. Szóval ne arról szóljon, hogy ó, doktor úr, fáj a hátam, fölírok magának, itt van egy receptet, rávenünk két darab spangli, elviszi a gyógyszertárba, a patikus megtekeri, kiadja, már a lépcsőn ott tolja a spanglit, és akkor már rögtön indián szökellésbe fog hazamenni. Szóval nem, ezt nagyon szigorúan körbe kell lenni, és mondom, hogy az angol mintát kell követnünk, azt gondolom. Köszönjük szépen. Első is elered, úgyhogy utolsó kérdés, és aztán utána majd még esetleg, ha valaki szeretne, lehet a mentorokkal és önkéntesekkel is még beszélni. Jó estét, Csikos Tamara vagyok, és mind a kettőtnek szeretném a kérdést feltenni, hogy ugye itt szó volt arról, és Robert mondatát emelném ki, hogy ugye jogom van a testemmel azt tenni, amit szeretnék, amit nem ártok másnak. És az lenne a kérdésem, hogy abban az esetben ugye itt szó volt arról, hogy bizonyos százalékban pszichózist vált ki, hogy mondjuk abban az esetben, amikor már nem vagyok ura önmagamnak egy szer hatására, hogy és mondjuk valakinek ártok, vagy megölök valakit, elütök valakit, ugye ennek a jogi, meg erkölcsi felelősségének a problémája lehet mondjuk a fű legalizálásának az akadálya? Csak amennyire az alkoholénak. Csak annyira, amennyire az alkoholénak. Érdekes módon alkohollal járó kockázatokat vállalni tudja a társadalom. Ugye? Tehát pedig ezzel is járnak bizonyos kockázatok. Tapasztaljuk őket egyébként, tehát ezeket elszenvedjük. Az alkoholistáknak érdekes módon joguk van alkohollal tönkrevágni az életüket. Joguk van. És ezt a jogot valahogy érdekes módon nem vonja kétségbe senki. Nem akarja elvenni tőlük senki. Nekünk pedig, akik a THC-ről vitatkozunk, azt a kérdést kell feltennünk, hogy ugye félretéve az a elvi erkölcsi álláspontot, ellenőrizzük a forgalomba kerülő drogok minőségét, vagy pedig ezt az egész kérdést odadobjuk a bűnözőknek, és rájuk bízzuk magunkat, meg a gyerekeinknek a sorsát, meg a jövőjét, meg az egészségét. Így is fel lehet tenni a kérdést. Én azt gondolom, hogy az, amit az állam forgalmaz, az, amin zárjegy van, az jelent egyfajta minőségi garanciát. Ebbe érdekes módon senki nem gondol bele, hogy ha legális lenne, biztonságosabb lenne. Mindenki arról beszél, hogy ha legális lenne, hát akkor mindenki szívná. Nem szívná mindenki, ahogyan a doktor úr az imént elmondta, nem szívnák többen, ha legális lenne, csak egy olyan országban élnénk, amelyeknek a törvényeit be lehet tartani. Mert úgy írták meg őket, hogy be lehessen őket tartani, nem úgy írták meg őket, hogy ne lehessen őket betartani, és ők majd eldöntik, hogy alkalmazzák-e rajtunk a törvényeiket, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ha holnaptól úgy ébrednénk föl, hogy nem ismernénk ezt a bizonyos növényt, amelyik ezt a pszichoaktív, illetve az egyéni pszichoaktív hatóanyagokat tartalmazza, és nem tudnánk, hogy ez létezik, attól az emberiség tök jól ugyanúgy le tudná élni az életét. Szóval azt gondolom, hogy nem adott annyi pluszt, hogy az ember esetleg kockáztasson, mert szerintem enélkül is tök jól az ember le tudja élni az életét. Ennyi. Bocsáss meg, de ez szerintem azzal kapcsolatban jó érv, hogy te füvezel-e. De nem azzal kapcsolatban, hogy szabadjon-e. Érted, miről beszélek? Tehát, hogy te azt gondolod, hogy ez egyáltalán, tehát enélkül egy ugyanolyan teljes életet le lehet élni. Egyébként én is ezt gondolom. De ez annyira privát magánvélemény, ez csak arra vonatkozóan számít, hogy én akarok-e füvezni. De hogy másnak azért ne lehessen füvezni, vagy ne szabadjon füvezni, mert én úgy gondolom, hogy anélkül egy teljes életet le lehet élni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy teljes életet le lehet élni a Casablanca című film megnézése nélkül. Tehát, hogy szóval úgy vagyok vele, hogy
oké, lehetséges, hogy le lehet élni egy teljes életet enélkül. De ezt mások helyett ne döntsük el. Hogy ő egy teljes életet le fog élni enélkül. De le tudna. Igen, le tudna. És nem dőlne össze a világ, nem, ha nem találkozna a THC-val. Nem dőlne össze a világ, ez ha nem találkozna a THC-val, de összedőlne a világ, ha valaki más dönteni el helyette, hogy találkozik a THC-val. De mivel nem tud róla, hogy nem létezik a THC, ezért nem is hiányzik. Na igen, hát hogyha istenek lennénk, és úgy vehetnénk ki a világ, azok a THC-t. Vagyunk, bocsánat. Nem, sajnos nem. Tudom, hogy nem. Jaj, lehet, hogy rossz hírünk van. Na. Az a kérdésem még, hogy Marcia, a livestreamen érkezett esetleg kérdés, vagy lezárhatjuk itt az estét? Szerintem lezárhatjuk, jó. Ugyanis másodpercenként jönnek a kommentek, úgyhogy... Rendben. Nagyon szépen köszönjük akkor mindenkinek, aki itt volt velünk, vagy aki a közvetítésen keresztül nézett bennünket. Köszönjük Gábornak és Robinak, hogy eljöttek, egy nagy tapsot nekik.